Szeretnék köszönteni tehát mindenkit a ma esti online közvetítésem. Al is arról fogunk beszélni, hogy milyen lépéseket célszerű megtenni, hogy felkészüljetek az elkövetkező válságos időszakra. Nagyon sok mindenről kell beszélnünk a mai nap során, úgyhogy nem is szeretném húzni az időt minden további nélkül, vágjunk is bele abba, hogy miről lesz szó ezen az előadáson. Először is beszéljünk röviden arról, hogy miért gondolom, hogy biztosan nehéz időszak elé nézzünk. Nagyon sok olyan hírt hallhattatok az elmúlt időszakban, olvashattátok, tévében láthattátok, ami arra utal, hogy nem is lesz itt semmi probléma, és elképzelhető, hogy valaki éppen ezért lazít, a fegyelmezettségen nem figyel oda annyira, már pedig kritikus fontosságúnak tartom, hogy most Nehogy levegyétek a szemeteket a labdáról, hanem mindenképpen készüljetek fel, mert a következő időszak valóban nehéz lesz. Mik a fő kockázatok, és hogyan tudsz eléjük menni? Beszélünk arról, hogy mi az, amire tényleg nagyon-nagyon oda kell figyelni, és mit tudtok tenni annak érdekében, hogy limitáljátok, hogy mégis mekkora nehézségeket fogtok elszenvedni a következő időszakban. Látni fogjátok, hogy abszolút van lehetőségetek arra, hogy kontrollszerezetek a helyzet fölött, tudtok előkészületeket tenni, és abszolút csökkenteni tudjátok a problémákat, amik rátok várnak a következő időszakban. Hogyan kerüld el azt, hogy az érzelmi állapotod akadályozzon, hiszen már most mindannyian bizonyára érzitek azt, hogy van egy ilyen eléggé érdekes elmeállapot jelen pillanatban mindenkiben, egy bizonytalanságérzet, egy félelemérzet a jövővel kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy mire számítsunk, hogy mi fog következni a következő és ez teljesen általános, ez teljesen normális jelen pillanatban, de ezzel együtt mindenképpen meg kell céloznunk ezt a problémát és ellenlépéseket kell tennünk. Hogyan rendez a kiadásaid vállalkozóként? Ezek olyan dolgok, amiket magánszemélyként is fel tudtak használni, de ugye az én munkásságomat nagyon sokan a vállalkozások miatt követik, éppen ezért mindenképpen szeretnék erre is külön kiterni ahogy látni fogjátok, vannak bizonyos lépések, amiket vállalkozóként meg tudtok tenni, amiket fel tudtok használni annak érdekében, hogy minél könnyebben át tudjatok kelni ezen a válságos időszakon, és utána annál jobban ki tudjátok aknázni a kínálkozó lehetőséget. Mi az, ami most fog jól működni a vállalkozásoknak? Mik azok az eszközök, mik azok a megoldások, amikre igazán nagyon érdemes Fókuszálni a következő időszakban. Látni fogjátok, hogy egy nagyon-nagyon más környezetben kell működnünk, majd, mint korábban azt tettük, éppen ezért más megoldásokat is kell előtérbe helyeznünk, és milyen forrásokat érdemes követni, hogy a trend előtt haladj. Hiszen, hogyha csak azt olvasod passzívan, ami felkerül a híroldalakra, azokat a véleményeket hallod, akkor könnyen elképzelhető, hogy fals információkkal kell dolgoznod, és éppen ezért nagyon fontos, hogy proaktívak legyünk ebben a tekintetben is. De először, mielőtt ebbe velevágunk, nagyon fontos, hogy vonjuk le a következtetéseket egy életre. Ugyanis én is nagyon-nagyon hosszú ideje figyelmeztettem többször is az embereket arra, hogy ez be fog következni. Ez egy olyan dolog, ami várható, amire fel kellett készülni az elmúlt évek során, és talán valaki ki is tudja venni a hangomból, hogy egy kicsit dühös vagyok, mert mindenkit figyelmeztetem ezzel kapcsolatban, és mégis az elmúlt hetekben folyamatosan azt kellett hallanom, hogy valaki nem volt felkészülve erre a helyzetre, nincsenek megfelelő tartalékai, nem gondolkodott eléggé előre, és egy idő után száz százaléka valószínűsége annak, hogy történik valami rossz dolog az életünkben. Lesznek válságok a későbbiekben is, bárható százszázalékos biztons, biztonsággal meg lehet mondani, lesznek balesetek az életed során, lesznek betegségek az életed során, úgyhogy amikor éppen jól mennek a dolgok, akkor erre fel kell készülni. A legnagyobb károkat az életben, azért szoktuk elszenvedni, mert valamire nem készültünk fel megfelelően, és csak akkor kezdünk el kapkodni, amikor már késő. Talán látjátok, hogy most is, nagyon sokan csak most kezdték el összeszedni a pénzügyeiket, átgondolni, hogy mi is lesz voltak éppen a következő időszakban, és ez természetesen egy óriási nagy probléma, a kapkodást eredményez, idegességes stresszt eredményez, és szeretném, hogyha már Hogyha már ebben a helyzetben ö, jutottunk el idáig, akkor legalább a hátralévő életünkre ezt el tudjuk könyvelni egy ilyen életre szóló tapasztalatként, mert ez újra és újra meg fog történni. A következő 10-20-30-40 évben fel kell készülni arra, hogy ilyenek lesznek. A legtöbb ember lazára veszi, amikor jól mennek a dolgok, de azt akarom, hogy ti lássátok előre a lehetséges problémákat, most, hogy kifejezetten aktuális ez a téma, most kifejezetten nagy figyelem fordul arra, hogy mégis ezzel foglalkozni kell, erre készülni kell, vonjuk le a következtetéseket egy egész életre, és akkor úgy tudunk erre gondolni, mint a leghasznosabb tapasztalat az elmúlt időszakból, legalábbis mindenképpen. De vágjunk is bele a fő témába. Miért gondolom azt, hogy biztosan egy nehéz időszak elé nézünk? Nagyon fontos, hogy a probléma nem a koronavírus. Többen arra számítanak a gazdasági helyzettel kapcsolatban, hogy ez az egész el fog menni, ez az egész véget fog érni, amint a koronavírusra van egy vakcina, egy, egy gyógyír, egy bármi, amivel meg lehet előzni, az egészet el lehet tüntetni. Nem, a járvány csak előtérbe hozta azt, hogy a legtöbb sikeres vállalkozás egy-két hónap tartalékkal sem rendelkezik. Ez azért van, hogy nem rendelkeznek tartalékkal ezek a vállalkozások, mert annyira olcsó volt mindent az elmúlt évek során hitelből finanszírozni. Csatolva láthatok egy olyan grafikont, ami egy olyan számítást, egy olyan modellezést, Ábrázol, ami kimutatja azt, hogy már 2019. júniusában meg lehetett mondani, hogy a következő 12 hónap során 64%-kal fog bekövetkezni egy gazdasági visszaesés. Akkor még nem volt szó koronavírusról, de már akkor lehetett látni, hogy a feltételek adottak voltak, hogy recesszió lesz, és egyszerűen ez a koronavírus csak beindította ezt az egész helyzetet. A lezárások, az, hogy a a repülőgépek a földön vannak, az, hogy az éttermek és vendéglátóipar be vannak zárva, ezek mind-mind olyan dolgok, amik ugyan felerősítették a jelenséget és amik, amik ugye felgyorsították a folyamatot, de abszolút az alapvető problémák már nagyon-nagyon hosszú ideje ott vannak. Ennek a legfontosabb tényezője az az, hogy borzasztóan olcsó volt mindent hitelből finanszírozni. A jelenlegi törekvések viszont a válságnak az elkerülésére voltak éppen mind teremtett pénzből vannak. Tehát egy banknak megvan a lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy mostantól kezdve van egy csomó pénzünk. És azt hitelként ki tudjuk helyezni, azt voltaképpen rá tudjuk önteni a piacra. Hogyha olvastátok a híreket, akkor tudjátok, hogy a magyar jegybank, és egyébként minden más jegybank is voltaképpen ezzel próbálkozik, kamatot csökkentenek, ami azt eredményezi, hogy olcsóbb lesz hitelt felvenni, eszközöket vásárolnak, ami szintén azt jelenti, hogy vállalatokat hiteleznek voltaképpen, és kedvezményes hitelt resztenek a piacra. Mindegyiknek az a lényege, hogy még több könnyen elérhető, olcsó hitel legyen. Ebben a formában ez egy kicsikét túl egyszerűsített, de azt gondolom, hogy mégis nagyon jól leírja, hogy mi is a helyzet voltak éppen, és azt kell látnotok, hogy ebből egyértelműnek kell lenni annak, hogy ez ugyan egy átmeneti megoldásnak jó lehet, de nem oldja meg az igazi problémát. Tehát ez elképzelhető, hogy egy válságos időszakon segít átkelni, de nem oldja meg az igazi problémát. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ne várjátok azt, hogy ez könnyen és gyorsan el fog múlni. Meg kell érteni azt is, hogy az elmúlt évek gazdasági fejlődése azért volt, mert mindenki biztos volt benne, hogy jövőre még sokkal jobb lesz a helyzet. Most pedig hirtelen az ebbe vetett hit az egyszerűen eltűnt. Ugye mindannyian tudtuk azt, hogy nagyon-nagyon drágák az ingatlanok. De az emberek mégis vettek ingatlant, mert azt gondolták, hogy jövőre még drágában el lehet adni. Nagyon sok olyan befektetés történt, amire látszik, hogy nem igazán, nem igazán fog gyorsan kifizetődni, de mégis mindenki hitt abban, hogy a gazdaság fejlődik, évente 4-5%-ot haladunk, akkor megéri befektetni. Most viszont az ebbe vetett hit az eltűnt. Amit láthatok csatolva, azt pár ember, aki szokta nézegetni vállalkozóként más vállalkozásoknak az eredményeit könnyen felismereti, Ez egy, nem akarom megnevezni, de egy nagyon-nagyon sikeresnek tartott magyar cégnek a mérlege. És itt, amit igazán érdemes megnézni, az az eredménytartalék. Még egyszer, ez egy olyan cég, amit nagyon-nagyon sokszor kiemelnek, mint milyen borzasztóan sikeres nemzetközileg, sikeres márka, és uh, egyszerűen példa minden magyar vállalkozásnak. Az eredménytartalékában, ami az elmúlt éveknek az összegzett eredménye, mínusz 685 millió forint. És mellette van még a hosszú lejáratú közelezettségek között nagyjából 550 millió forint ebből hitel. De a lényeg, hogy ha egy kicsit odafigyeltek, észre fogjátok venni, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok sikeres vállalkozás igazából így lett sikeres. Óriási hitelekből, óriási, és egyáltalán nem voltak profitábilisak. Csak növekedtek, több dolgot tudtak eladni, több ember tudtak felvenni, szebb üzlethelyiséget tudtak kibérelni, és ez egy visszatérő elem lesz egyébként, hogyha egy kicsit jobban ránéztek néhány sikeresnek tartott vállalkozásra. Ez elég járulkodó, hogy a gazdasági fejlődés igazából egy kicsit más, hogy nézett ki, mint az emberek általában elképzelik. De nagyon fontos, hogy nem jött el a világ vége, tehát nem arról van szó, hogy én pánikot akarok ezzel kelteni, a 2008-as válságban a munkanélküliség 10%-os volt. Az 1929-es nagy depresszióban pedig 25%. Ezek amerikai adatok. Elnézéseteket kérem, ebben, ezen a webináron, ezen a közvetítésen sokszor amerikai statisztikákat fogok használni, egyszerűen azért, mert azok nagyon könnyen hozzáférhetőek. Emiatt elnézéseteket kérem, tudom, hogy ezek nem a magyar viszonylatokat tükrözik feltétlenül, de jó perspektívát nyitnak, és ezek azok, amik elérhetőek. De a lényeg, hogy 90%-a az embereknek és 75%-a az embereknek nekik volt munkájuk továbbra is. Tehát nem arról van szó, hogy teljesen összeomlott a társadalom, és most sem kell erre számítani. Illetve minden egyes esetben a válságot egy hosszabb, nagyon jelentős felévelési időszak követte. A gazdaság mindig is ciklikus volt, tehát számítsatok erre a jövőben is újra és újra ismétlődni. Ugye a csatolt ábrán azt láthatjátok, hogy mindig vannak, hosszú-hosszú felévelési időszakok, amik nagyon nagyok, tehát óriásiak, és látszik, hogy vannak csökkenési időszakok, ugye recessziós időszakok. Itt találhattok néhány arra vonatkozó információt, hogy átlagosan meddig szokott a felévelési időszak tartani, átlagosan 67 hónapig, a recessziós időszak átlagosan 11 hónapig. Hogy nagyjából ennek milyen következményei vannak, stb. stb. ezek szintén Amerikából származó adatok, sajnálatos módon Magyarországról nem érhetőek el ilyen információk, úgyhogy ezért nem tudom ezt betenni a webinárba. Tehát pánikra összességében nincsok. Ok. Lesznek áthidaló segélyprogramok és hitelek azoknak, akik dolgozni akarnak. Tehát nem arról van szó, hogy itt égséglázadások lesznek. Viszont ezzel együtt minden ok megvan a felkészülése, a körültekintésre, az alázatra és a fegyelemre. Tehát kulcsfontosságú lesz a következő öt évedet meg tudja határozni, hogy a következő hónapokban mégis mennyire figyelsz oda, mennyire készülsz fel. És tényleg azt javaslom nektek, hogy most nagyon körültekintőek, nagyon óvatosak, nagyon alázatosak és nagyon fegyelmezettek legyetek, mert abszolút indokolt és nagyon hosszú időre meg tudja határozni a sorsotokat. Nézzük gyorsan, hogy mik a fő kockázatok, és hogyan tudsz elébük menni. Mik azok a problémák, amikre számítanatok kell a következő időszakban. Az első, amit szeretnék kiemelni az egészségügyi kockázatok, kifejezetten a koronavíruson túl. Ugye, hogyha csak nem nincsenek meglévő krónikus betegségeid, vagy nem vagy nem tartozza a kifejezetten idős generáció tagjai közé, akkor a koronavírus önmagában nem egy különösebben nagy veszélyt jelent a számodra. Az állami ellátás viszont eddig is túl volt terhelve, most még inkább az lesz, és vannak kockázatok bőven a koronavíruson túl. Ugye sokkal több ember hal bele másba, mint a koronavírusba. Úgyhogy ezt ne felejtsük el. És hogyha egy ilyen időszakban történik veled valami, és egy drága kezelésre van szükség, a, amikor pont, hogy tartalékolnod kell, az a katasztrófával egyenértékűvé válhat. Ne felejtsétek el, hogy továbbra is vannak olyan emberek, akiket rákkal diagnosztizálnak, továbbra is vannak rengeteg, minden betegség, ami eddig volt, továbbra is létezik, és ezek továbbra is kockázatot jelentenek. És hogyha most, amikor nem egy gazdasági felévelés van, hanem pont, hogy egy recesszió, és a tartalékaidból, vagy abból az összegből, amit tartalékon ott kellene, kell fizetni egy kezelést, vagy bármilyen, bármilyen egészségügyi kiadást fedezned kell, akkor az katasztrovával egyenértékűvé válhat. Mert lehet, hogy hiteleket kell felvenned, ez főleg Amerikában nagyon-nagyon jellemző probléma szokott lenni, hogy valaki hitelekből fedezi a kezelési költségeit, és még egyszer az állami egészségbiztosítást nem, nem kell rugózni rajta, ugye, hogy valószínűleg túl volt, eddig is túl voltak terhelve, most még jobban túl lesznek terhelve, kössetek úgynevezett egészségbiztosítást. Én eléggé okosnak érzem magam, hogy még februárban kötöttem egy borzasztóan drága egészségbiztosítást, mert úgy voltam vele, hogy szerencsére jó helyzetbe jutottam az életben, mekkora probléma lenne, hogyha egy betegség közbe szólna, és nem tudnám megkapni a legeslegjobb ellátást. Úgyhogy megvettem a legdrágább egészségbiztosítást, ami van voltak éppen. Természetesen nem javaslom azt, ha csak nem vagytok egy nagyon jó helyzetben, hogy ezt megtegyétek, a legdrágábbat vásároljátok meg, de az életbiztosítás.com-ról kimásoltam, egy táblázatot, amiben irányadó árak vannak arra vonatkozóan, hogy nagyjából milyen árakon jön ki egy egészségbiztosítás. Ugye ha voltak éppen az egészségbiztosítás, az nem ugyanaz, mint az életbiztosítás, az egészségbiztosítás a különböző kezeléseknek és különböző diagnosztikai, meg szűrő kezeléseknek a, a költségét fedezi, és magánegészségügyben biztosít rá lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ez egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon fontos legalább alapszinten, legalább a legolcsóbb egészségbiztosítást kössétek meg. Második fő kockázat a befektetési kockázatok. Semmiképp ne fektess olyan dologba, ami kecsegtető, de nem értesz hozzá. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon aktuális tapasztalatom, ugyanis pontosan két napja, nagyon erősen fontolgattam azt, hogy vegyek egy egy kilós aranyrudat, színaranyrudat, mert ugye mindenki tudja, hogy válságban az arany az egy nagyon jó értéktartó eszköz, amiben bele lehet, be lehet fektetni, és ezért fontolgattam. Aztán rájöttem, hogy gőzöm sincs az aranybefektetésekre, úgyhogy valószínűleg nem kellene megléptem ezt a dolgot. Azzal együtt, hogy minden bizonyal egy értékálló befektetés lenne. De nem értek hozzá, nem ismerem a buktatókat, nem ismerem a különböző lehetőségeket, nem ismerem a járulékos költségeket és járulékos adó dolgokat, amik ezzel járnak, úgyhogy semmiképpen nem szabad belemennem egy olyan dologba, ami kecsegtető, de nem értek hozzá. Nektek is ezt mondom. Inkább mondjatok le egy spekulatív nyerességről ilyen időkben. Mert nagyon kellhet a tőke, hogyha baj van. Hogyha nem tudod pontosan, hogy hogyan tudsz kiszállni egy befektetésből, és nem vagy biztos benne, hogy az tényleg jól fog működni, akkor inkább, inkább ne csináld. És ezt szeretném, hogyha leírnátok most is tőzsdei befektetések, és nagyon sokan már úgy vannak vele, hogy most jól megszedjük magunkat, most jól bevásárolunk, és közben fingjuk sincsen arról, hogy mi fog történni a következő hónapokban. Úgyhogy, ha csak nem érzed borzasztóan nagyon okosnak magad egy adott befektetéssel kapcsolatban, inkább ne csináld. Ha pedig borzasztóan nagyon okos vagy, akkor inkább kezeld másoknak a pénzét, és ők búsásan meg fognak fizetni érte. Hogyha erre nincsen lehetőséged, felejtsd el, oké? Okay? Én időnként szoktam azt mondani, hogy van ez a mondás időnként, hogy nem gyorsan kell meggazdagodni, hanem nagyon kell meggazdagodni. Én meg azt szoktam mondani, hogy nem gyorsan kell meggazdagodni, nem nagyon kell meggazdagodni, hanem biztosan kell meggazdagodni. Azt akarod, hogy az erőfeszítéseid biztos, hogy kifizetődjenek. És most a kulcs ahhoz, hogy hosszú távon biztosan meggazdagodjatok, az a kockázatnak a mellőzése. Csináltok olyan dolgot inkább, komolyan mondom, százszor jobb ötletnek tartom, hogyha valaki azt mondja, hogy a következő hónapokban füvet nyírok fusiban. Munka mellett még elmegyek füvet nyírni, kertet gondozni, kutyát sétáltatni, valami. Biztos, hogy megkapod érte azt a nem túl magas, de biztosan járó úrabért, ami azért jár, és nagyon jól fog jönni az a tőke, az a tartalék, amit képezni tudsz belőle. Fő a természetesen a jövedelemnek az elvesztése, sajnos láthatjátok, nagyon sokan már is elvesztették a teljes megélhetésüket, sőt egész iparágok elvesztették a megélhetésüket. A következő időszakban nagyon sokan fogják hosszabb, rövidebb időre elveszíteni a bevételi forrásukat. Én arra szeretnék koncentrálni, hogy ti azok közé az emberek közé tartozatok, akik meg tudják őrizni a megélhetésüket. De tény, hogy nagyon-nagyon sok ember tartalékok nélkül el fogja veszíteni a bevételi forrását. Éppen ezért most mindennél fontosabb csökkenteni a kiadásokat. Tartalékot képezni, amíg még lehet. Tarts egy főpróbát ezzel kapcsolatban. Na még egyszer. Tarts egy főpróbát ezzel kapcsolatban. Pár napig próbálj megélni kb. 1300 forintnyi ételből. Ami kijön ebből az zapkása, rizs, zöldség, naturcsirkemás, stb. Hogy lásd, hogy nem olyan borzalmas a helyzet akkor sem. Itt a mellékelt kép, amit láttok, amit nyilván azért tettem, hogy felhívja az emberek a figyelmét, Ugye ezt időnként elmondtam, hogy annak idején, én mielőtt elkezdtem volna vállalkozni, volt egy olyan időszak az életemben, amikor napi 1600 forintból éltem, meg egyszerűen annyi állt a rendelkezésemre. És ez pont egybeesett ezzel az időszakkal, amikor ezek a képek készültek, mert én azt a napi 1600 forintot gyöngyen elköltöttem arra, hogy vegyek egy olcsó kondibérletet, meg pontosan ezen a zabkásán, rizsen, zöldségen és natúr csirkem éltem, és nagyon jól éreztem magam menet közben. Szóval ez fontos, hogy lássuk, hogy nincsen nekünk szükségünk egy csomó-csomó extra kiadásra, hanem nagyon jól meg tudunk lenni sokkal kevesebből is, még hasznos mellékhatásai is van ennek a dolognak, ahogy a mellékelt kép mutatja, úgyhogy érdemes mindenképpen tartani egy főpróbát. Most kell elkezdeni iszonyatosan igényesen dolgozni, mert a munkáltatód is pont ugyanezt akarja majd. Költséget akar majd csökkenteni. Mert a munkáltatód is valószínűleg egy vállalkozó, vagy egy vállalkozás, akinek hitelei vannak, akinek igen jelentős költségei vannak. Én is megosztom ugye a bevételi riportjaimban, a februári bevételi riportban már megosztottam, hogy milyen költségei, milyen rezsie van a vállalkozásomnak. Sok-sok milliós összegről van szó. Úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell venned, hogy kitől jön a bevételed, és dolgoznod kell azon, hogy kitermeld a költségeidet. Mert ugye már rögtön, amint elkezdtek gyülekezni a problémák, sokan elkezdtek ezen méltatlankodni, hogy akkor most a vállalkozók nem fognak majd még egy Mercedes venni. Ha-ha-ha, mennyire pórul Most ugye észreveszik az emberek, hogy ha vállalkozó nem tud még egy Mercedes venni, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sokan elveszítik a megélhetésüket és ez egy eléggé tiszteletlen hozzáállás szokott lenni egyébként, hogy valaki, aki a megélhetésedet biztosítja, annak a kárán mókázik valaki, vagy, vagy visszafog az erőfeszítéseiből. Most itt az idő, hogy úgy döntsetek, hogy iszonyatosan igényesen fogtok dolgozni. Mert a munkáltatód is költséget fog, tehát óhatatlanul lesznek olyan emberek, akik mindenki el fog engedni, és dolgozzatok azon, hogy azok ne ti legyetek. Vegyetek figyelembe, hogy a munkáltatótok, ami lehet egy nagyobb vállalkozás, lehet egy kisebb vállalkozás, lehet egy megbízó egyszerűen, tehát ugye egyéni vállalkozók is sokan vagytok itt, csak azok az emberek fognak maradni, csak azoknak az emberek fognak fizetni, akik kitermelik a költségeket. A többieket szépen el fogják engedni, és jókkal, és teljesen jól teszik. Tehát teljesen indokolt, ez így működnek a dolgok egyszerűen. Vállalkozóknak, vállalkozásoknak is hiteleik vannak, költségeik vannak, nem dolguk engedni, hogy magukkal ráncsák őket a költségek. Bankcsőd. Egy olyan dolog, amiről nem nagyon esik szó, pedig van esélye, egyáltalán nem elképzelhetetlen, nem gondolom, hogy nagy esélye lenne, de ugye ahogy említettem, nagyon sok vállalkozás óriási hiteleket kapott, nyilván ezt elsősorban bankoktól kapta. Ezek a nagyon sok vállalkozás csődbe fog menni, légitársaságok, vendéglátóegységek, stb. És ugye a kihelyezett hiteleket nem kell törlesztenie senkinek jó ideig. Vagyis a bankoknak nem fog visszajönni ez a pénz, nem lesz cashflowjuk, bejövő cashflowjuk. Viszont el fogják verni tőlük azt, hogy hitelezzenek. Úgyhogy egyáltalán nem tartom ezt elképzelhetetlen dolognak, valószínűnek nem tartom viszont. És mellékeltem viszont egy ábrát, hogy a 2008-as válságban, ismét Amerikában, hány bank ment csődbe. Ahogy látjátok, nem egy, nem kettő, egy éven belül 148, 2009-ben, 2010-ben 154. Ezek nem olyan dolgok, amik elképzelhetetlenek. Úgyhogy valószínűleg helyzet, de hogyha bekövetkezik, akkor ugye a legtöbbeknek az a terve, hogy ó, de hallottam, hogy van ez a betétbiztosítási alap, az országos betétbiztosítási alap, és biztosítva van a pénzem 100 euróig. Na hát én sokkal kevesebb pénzt tartok a számlámon, mint 100 ezer euró, úgyhogy biztosítva vagyok. Amit nem szoktak tudni az emberek, hogy az országos betétbiztosítási alapban összesen 70 milliárd forint van. És Hogyha egy nagyobb banknak esetleg problémái vannak, akkor az ott, ott több ezer milliárd forintos mérlegfőszegekről van szó. Úgyhogy mondjuk, hogy egy kicsi a valószínűsége, hogy azt fedezné. Természetesen nem abból a 70 milliárd forintból kell mindent megoldani, de ez egy ilyen hamis biztonságérzet szerintem. Épp, éppen ezért osztom a pénzem több bank között, amiknek magas az úgynevezett likviditás fedezeti mutatója. A likviditás fedezeti mutató azt jelzi, hogy a kihelyezett hitelekkel szemben mennyi fedezetet tud felmutatni a bank, és egy kicsit kutattam ezzel kapcsolatban, a KDB és a Magnet Bank azok, amik elérhetőek és kifejezetten jó az a likviditás fedezeti mutatójuk, úgyhogy ezt mindenki maga dönti el, hogy mennyire gondolkodik ebben, mennyire tart ettől a dologtól. Én ugye minden egyes forintomat likviden tartottam mindig is, és most ez egy elég jó döntésnek bizonyult, ugye? Mivel a, a részvénybefektetések, meg ingatlanbefektetések elég nagyot buktak. De a lényeg az, hogy én több bank között osztom szét a pénzemet, minimális költségekkel jár egy bank számlának a vezetése és a megnyitása, úgyhogy ebből kifolyólag szétosztom több bank között. Nektek is azt javaslom, hogy legalább nézzétek meg a lehetőségeket. Következő pontunk, hogyan kerüld el, hogy az érzelmi állapotod akadályozon a cselekvésben? A legnagyobb veszély jelen pillanatban a cselekvés képtelenségnek az érzése, hogy nincsen kontrollod az életed fölött, hogy a külső tényezők meghatározzák az élethelyzetedet. És könnyen felülkerekedhet rajta ez a kontrollvesztésnek az érzete, ez egy normális és általános jelenség most. Találtam egy ábrát, amit majd le fogunk fordítani, de a lényeg, hogy ezen az ábrán, amit egyébként sklerózis multiplexben szenvedő embereknek készítettek, tehát nekik egy ilyen nemzetközi szervezet, nekik a, a, a mentális higiéniáikat segítik, hogy ebben a borzalmas betegségben is um, tudjanak élni. És ez az ábra azt mutatja, hogy mik azok a tényezők, amik meghatározzák valakinek az érzelmi állapotát. Ugye láthatok olyan dolgokat, mint a a fizikai egészsége, mentális egészsége, a hozzáállása, tehát a szemléletmódja az életével kapcsolatban, kapcsolatok, a munkahely, a tanulmányok, a társadalmi élet, és egyáltalán vannak olyan dolgok, amiket itt láthatok lent, ez a tág környezet, mint mondjuk a különböző politikai helyzet, a gazdasági helyzet, a kultúra egyáltalán, és a nemzeti stabilitás és biztonság, és ugye ezek olyan dolgok, amik az utóbbi időben eléggé erősen megrogytak. Úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy ezek a tényezők befolyásolják az érzelmi állapotodat, és úgy érzed, hogy nem vagy az ura az életed alakulásának. És ez egy nagyon-nagyon kellemetlen állapot, ugye rossz érzés, másrészt pedig a, egyszerűen nem tudod az uralmad alá hajtani azt, hogy mégis merre felé tartasz az életben, hogy hogy alakulnak a dolgaid. Tehát nagyon fontos tudatos lépésekkel visszanyerni az irányítást. Tegyetek kicsi, de tudatos lépéseket, amikkel úgy érzed, tehát mutatod magadnak, hogy irányítás alatt tudod tartani a dolgaidat. Például napi száz darab fekvőtámasz. Csinálj meg napi 100 darab fekvőtámaszt, még akkor is, hogyha önkéntes karanténban, vagyis te egész nap a szobában vagy, mert az is egy olyan dolog, hogy hé, nem egy óriási kihívás, de megcsináltad. Vagy takarítás otthon. Én azért szeretem a takarítást felhozni példának, mert ez egy olyan dolog, amivel nagyon kis energiabefektetéssel tudsz jelentőset változtatni a helyzeteden. Tehát azért a takarítás az nem egy óriási erőfeszítés, de látványos különbségeket tud okozni ugye a, a helyzeten, és szintén egy ilyen irányítás érzetet ad. Új dolgoknak a megtanulása, étkezésnek a helyreakása, rossz szokásoknak a leadása, ezek mind-mind lehetőségek, amikre most van időd, hiszen a világ megállt többé-kevésbé, és vissza tudod nyerni ezt az irányítás érzetet, csináldok, használjátok ki ezt a lehetőséget, kicsi, apró dolgok, erőfeszítések, tudatos erőfeszítések. Illetve a racionalitás segít az aggódás ellen, Amerikában évente két millió ember hal meg, ismét egy amerikai statisztikát tudok csak hozni, de Amerikában évente két millió ember meghal és 70%-ban olyan betegségek miatt, amik helyes táplálkozással, mozgással és egészséges életmóddal megelőzhetőek. Ez hagyom egy kicsikét ülepedni. Nyilván senki nem él örökké, de az embereknek jellemzően elég erősen megrövidíti az életét olyan tényezők, amik helyes táplálkozással, mozgással és egészséges életmóddal összességében megelőzhetőek. Az egészséges életmód alatt azt értem, hogyha nem cigiznek és nem isznak annyi alkoholt. És én is észrevettem ezt ezzel a koronavírus témával kapcsolatban, az emberek igazából nem az életüket féltik. Az egész koronavírus pániknak az elkezdődése óta három alkalommal volt olyan, hogy valaki maszkban, telefonálva kilépett elém a kocsi mellé az testre szétnézés nélkül. Tehát, hogy ott van rajtuk a maszk, hogy nehogy elkapjanak egy olyan betegséget, ami egyébként, ha csak valakinek nincsen valami korábbi krónikus megbetegedése, vagy nem nagyon idős, akkor igazából minimális tünetei vannak, de kilép az ember autója körülnézés nélkül. Szóval ezt akarom mondani, hogy az aggódáson az racionalitással fel lehet, felül lehet kerekedni, és érdemes is azt mondani, hogy nézzük, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy túl tudjak lépni ezen a helyzeten, hogy megtaláljam a szilárdpontokat az életben, amire tudok támaszkodni, ami lehetővé teszi azt, hogy hogy egyáltalán jól tudja kijönni ebből a szituációból. Továbbá ez egy remek lehetőség az értékrendet tisztázására. Az elmúlt években könnyen lehet, hogy mindig elfoglalt volt el. És csak azért mondom, mert az elmúlt években annyira sokszor hallottam, hogy jaj, szia Ádám, igen, tök jó lenne, de most tök jó lenne foglalkozni ezzel a tréninggel, vagy megtanulni ezt, vagy mit de annyira elfoglalt vagyok, annyira, annyira nincsen időm semmire most és persze nem hiszem el, hogy ez tényleg így van, de mert menet közben az emberek rengeteg sok sorozatot, meg rengeteg sok ö, filmet volt idejük megnézni persze, de most ezt nem lehet mondani. Most van idő egy kicsit gondolkodni, hogy mi is a fontos a számodra. Hogy mit szeretnél kihozni az életedből, mi az, amire koncentrálni szeretnél, mi az, ami, milyen ember szeretnél lenni. Ez talán a legfontosabb az összes közül. És látom, hogy már média outletekben, meg mindenhol azt, azt javasolják, hogy nézd meg ezeket a sorozatokat, jönnek ki ezek a karantén mozik, amiket mindenképpen látni kell, menjenek a picsába. Tehát ez elképesztő, hogy, hogy most végre van egy kis idő felélegezni, átgondolni, hogy merre szeretnél haladni az életben, vagy egyáltalán felkészülni az előttünk álló válságra, és valaki sorozatokat néz. Azt mondom, hogy azok az emberek nagyon meg fogják érdemelni azt, amit kapnak majd. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Ezért mondom azt, hogy most óvatosnak kell lenni. Tehát használjátok ki ezt a lehetőséget arra, hogy átgondoljátok, hogy merre felé szeretnétek haladni, és akkor szintén nagyon értékes tapasztalatokat tudtok elkönyvelni ebből az időszakból. Az elmúlt 11 év ugyanis a legtöbbek számára nagyrészt arról szólt, hogy státuszra tegyenek szert. Például közösségi média, azt hiszem, hogy ezt nem kell bemutatni senkinek ezt a jelenséget. Ugye mindenki próbál közösségi médián sokkal többnek tűnni, kifelé azt kommunikálva, hogy sikeresebbnek, boldogabbnak vagy erősebbnek tűnjenek. És szintén csatoltam egy, még egy ábrát, ami arra szól, hogy Alapvetően milyen szintjei vannak a személyes értékeknek és ennek a tudatosságnak? Hát láthatjátok, hogy vannak ugye olyan dolgok, amik kifelé vannak fókuszálva, tehát az, hogy valaki minél több státuszra, minél több erőre tegyen szert, minél csillogóbbnak tűnjön az élete, feleség luxus kivitelben módra. De a lényeg, hogy természetesen van ennek egy egészséges vonala is átgondolva azt, hogy milyen értékeket akarsz képviselni, hogyan valósítod meg a kreativitásodat, a szenvedélyeidet, hogy hogyan tudsz egy, egy jelentős különbséget, valamilyen fejlődést hozni erre a világra. És ezeken érdemes gondolkoznia mindenkinek, hogy miben teljesített ki magad, hogy mik azok a dolgok, amik felé alázatosan és fókuszáltan dolgozol. Ugye ezek olyan dolgok, amikkel kapcsolatban szerintem, hogyha valaki megfigyeli az én munkásságomat, akkor nagyon sok jó példát találtok, és szeretném is ezt, minél jobban szeretném ezt, ezt egyértelművé tenni, hogy ezeken dolgozni kell. Ezek olyan dolgok, amik nem csak, hogy, hogy vagyon teremtenek az embernek, hogy jó lehetőséget teremtenek az embernek, nem véletlen beszélek az eredményeimről, nem véletlen osztom meg, olyan transzparensen az eredményemét, nem azért, hogy felvágjak vele, hanem hogy megmutassam, hogy úgyha valaki ezt az értékrendet képviseli, akkor ezek az, ezek, a, ezek az, eredmények elérhetőek. És gondolkodni kell mindenkinek azon, hogy az ő esetében ez hogyan nyilvánul meg. Nyilván nem tudjátok pontosan ugyanazt csinálni, mint amit én, már sokan megpróbálják, de a lényeg, hogy valamilyen formában próbáljátok kibontakoztatni ezeket a személyes értékeket a lehető legmagasabb szinten. Ez is egy olyan ábra, amit le fogunk fordítani majd, sajnos ez a webinár nagyon hirtelen jött, és ezért nem volt még rá idő, úgyhogy ezért van egy meg egyelőre angolul. Tehát ideje összességében befelé fordulni, végig gondolni, hogy mi is a fontos a számodra, milyen szilárd pontokra tudsz majd támaszkodni a világ bizonytalanságaitól függetlenül. Ugyanis nagyon sokan, nagyon sokan, nagyon sok embernek a következő időszak nehéz lesz. És nem azért, mert valami baj van veletek, hanem egyszerűen, mert ez egy ilyen időszak. Tehát nagyon fontos, hogy ezt ne vegyétek magatokra, ne gondoljátok úgy, hogy ez a világnak a személyes kitolása veletek, vagy hogy valami probléma van veletek, egyszerűen ez egy válságos időszak lesz. És át kell helyezni az embernek az önbecsülését arra, hogy egészen pontosan hogyan bontakoztatod ki ezeket az értékeket. Mert ha el is veszíted a munkádat, akkor is, hogyha tudsz abba kapaszkodni, hogy fejlődök, hogy én, én ezen a vonalon jelentős eredményeket és jelentős fejlődést tudok elérni, ez, ez szintén egy ilyen szilárd pont tud lenni, amire támaszkodni tudsz. Hogyan rendez a kiadásaid vállalkozóként? Áttérünk a vállalkozós témákra, hiszen még egyszer nagyon-nagyon sokan ezzel kapcsolatban követitek a munkásságomat, és természetesen erre vonatkozóan mindenkinek szintén fegyelmezetnek kell lennie. Nem fog tudni szuper tuti tippeket mondani erre vonatkozóan, annyit tudok mondani, hogy a kiadásoknak a visszafogása az az a lépés, amit azonnal meg tudsz tenni. Hogyha visszafogod a kiadásaidat, akkor természetesen hónapról hónapra kevesebb költés fog megtörténni, a tartalékaid több ideig fognak elégnek bizonyulni, és előteremteni a jövedelmet, aminek most minden bizonyal lesz egy komoly-komoly akadálya, az, az sokkal egyszerűbbé válik. Tehát az egyik legfontosabb azonnali lépés, amit meg kell tenned, az, hogy fogd vissza a kiadásaid. A rendelkezésedre álló likvid tőke, ugye, hogyha visszafogod a kiadásaid, akkor több tőke is fog a rendelkezésre állni. Ez az, ami a legkönnyebbé tudja azt tenni, hogy átvészeld a mostani időszakot, főleg azért, hogy később növekedhess, hiszen még egyszer nem akarom azt, hogy olyan hangulata legyen ennek az egésznek, hogy megszűnik a világ, meg összeomlik minden. Természetesen egy idő után óriási növekedés fog bekövetkezni, de hogyha feléled a tartalékaidat a következő hónapokban, akkor erre nem lesz lehetőséged. Én úgy gondolom, hogy lesz egy csomó kedvezményes hitel, lesz egy csomó lehetőség áthidalni ezt az időszakot, de akkor is nagyon-nagyon fontos, hogy a kiadásokat nézzük át. Ugye, amit láttok a csatolt képen, az egy bankszámlakivonat, és értékeljétek az összes kiadást, hogy ez most egy olyan dolog, amit szeretnék a jövő hónapban is látni a bankszámlakivonatomon, egy olyan dolog, ami számomra egy mindenképpen szükséges és pozitív dolog, vagy sem. És amire érdemes koncentrálni, az az, hogy 20 hónapot ki tudjatok húzni. Ezt tudom, hogy egy kicsit meglepő lehet, többen úgy vannak vele, hogy 20 hónap, ki az Istennek van Magyarországon 20 hónapnyi tartaléka. Egyébként vannak bőven ilyen emberek, ezt szeretném jelezni, tehát ez nem egy olyan dolog, ami elképzelhetetlen, ami egy ilyen herkulesi teljesítmény. Nagyon-nagyon sok embernek van szerencsére 20 havi megtakarítása, sőt még több is, Tudom, hogy sajnos ez nem a többség. De a legkönnyebben úgy tudod megteremteni ezt a 20 hónapnyi stabilitást, az a kiadások csökkentése. Arra kellene törekedni, hogy 20 havi likviditás mindenképpen meg legyen a vállalkozásodban, és a megélhetési költségeidet is tud fedezni. Ami tisztában vagyok vele, hogy a legtöbbeknek egy olyan információ, ami nagyon-nagyon-nagyon későn jött, de akkor legalább a következő válságra már időben el tudtak kezdeni felkészülni. Jó, tehát, hogy még egyszer a válság után azért számíthatok arra, hogy 4-5 éven keresztül jók lesznek a dolgok. Halmozzátok fel ezt a 20 havi tartalékot, mindenképpen törekedjetek rá. Az első lépés a bankszámlakivonat áttekintése és az egyes kiadások értékelése. Bizonyos kiadások, bár helyes döntések, de érdemes későbbre halasztani őket. Erre egy jó példa, mondjuk az egyik vállalkozásunknak, a Terrakésznek, a dobozainak az elkészítése. Ezt tudni kell, hogy ez a terekész, ezek a biológiailag lebomló komposztálható telefontagok, ezeket mi a webshopban eladva egy egyszerű kartonborítékban, kifejezetten csomagolás nélkül küldjük ki. Viszont februárban szembesültünk azzal, hogy nagyon sok viszonteladói érdeklődés jött a termék iránt, és nyilvánvalóan nem lehet egy kartonborítékban kitenni őket az üzlethelyiségbe éppen ezért felmerült az igény, hogy legyen minél gyorsabban egy olyan doboz, amiben üzlethelységekben is ki lehet helyezni, és hát most ugye ezt elkezdtük ezt a folyamatot, vannak is ajánlatok, vannak is tervek, abszolút van árajánlat, van minden, de a lényeg, elkészült minták is vannak, de a lényeg, hogy ezt, ezt a kiadást én most halasztani fogom, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy a legtöbb üzlethelység ugye be van zárva, és helyes döntés lenne, de egyszerűen jobban hasznosul most a figyelem és a pénz, amit erre költenénk, hogyha más, sokkal aktuálisabb dolgokra koncentrálunk, amik sokkal gyorsabban kifizetődnek, amikkel ből sokkal gyorsabban tudunk ugye, likviditást szerezni kiadások nélkül. Tehát van egy sor olyan helyes döntés, de olyan, olyan döntés, amit meg kell hoznod, olyan irányokkal kapcsolatban a vállalkozásban, ami ugyan jó ötlet lenne, de el kell engedni egy időre. Nem olyan régen hallottam ezt az idézetet, hogy nem kell minden projektet győzelemre kihozni, Vannak olyan, és abszolút egyetértek vele, vannak olyan dolgok, amiket egyelőre el kell engedni, későbbre halasztani őket, azt mondani, hogy nem ez a fő fókuszom, úgyhogy bár jó ötlet lenne, de csak később visszatérek rá. Nekünk a dobozok abszolút ilyen. A második lépés viszont átgondolni az, hogy mivel tudsz előre készülni, ami nem igényel anyagi befektetést, de később költséget tud megtakarítani, vagy jelentős bevételt tesz lehetővé. Sajnos itt nem tudok annyira konkrét dolgokat mondani nektek, mert ugye ahány vállalkozás, annyi féle lehetőség van, de érdemes átgondolni azt, hogy mik azok a dolgok, amiket, hogyha most belefektetsz, akár anyagiakat, akár időt, energiát, akkor az költséget tud megtakarítani a számodra, vagy pedig egy jelentős bevételt tesz lehetővé. Mondjuk a terrakésznek a külföldi oldalait, azt változatlanul csináljuk. Ebben a hónapban, öt darab új országban el fogunk indulni. Egyszerűen azért, mert egy webshopot elkészíteni, arra van egy csapatom, arra megvan a tudásunk, az igazából extra költségekkel nem jár. Természetesen a hirdetéseknek a tesztelése az valamennyi költséggel jár, de kevesebb, mint a dobozoknak az elkészítése egyébként, és sokkal nagyobb lehetséges bevételt és profitot hoz be. Úgyhogy időnként érdemes előre menekülni, meghozni egy költséges döntést, ami a későbbiekben jelentős bevételt tesz majd lehetővé. Mi fel fogjuk használni ezt az időszakot arra, hogy minél több országban elinduljunk, tehát havonta öt új országban el fogunk indulni most a következő három hónapban. Ez ugyan anyagi befektetést igényel, de nem olyan sokat, és jelentős bevételt tud lehetővé tenni. Így is érdemes ebből a szempontból is érdemes megközelíteni a kiadásokat. Nézzünk egy olyan témát, ami valószínűleg sokakat érdekel, hogy mi fog most jól működni a vállalkozásoknak. Tudom, hogy nagyon sokan ezzel a témával kapcsolatban azt várják, hogy az Ádám a jól megmondja, hogy mit kell eladni, és az jól fog pörögni. Hát nem tervezek ilyet, egyszerűen azért, mert nagyon az elején vagyunk a dolgoknak. Én úgy gondolom, hogy a következő hetekben várható az, hogy azért visszatér az élet az elkereskedelembe, ahogy valószínűleg a legtöbbetek számára Nekünk is nagyon visszaestek az eladásaink, tehát egyszerűen teljesen másfajta termékeket vásárolnak az emberek most. Ugye jellemzően olyan dolgokat, amik a túléléshez kellenek, de ez valószínűleg a következő hetekben azért oldódni fog. Úgyhogy nem szeretnék még egyelőre jóslásokba menni, hogy mi és mikor fog jól működni, mert ez szerintem a következő hónapokban lényegében hónapról hónapra változni fog. De a lényeg, hogy léteznek olyan vállalkozások és megoldások, amik kifejezetten válságban működnek jól. Tehát vannak olyan marketing megoldások, van egy kialakult eszközkészlet, amit ebben a helyzetben lehet felhasználni, és amit érdemes megismerni a következő hónapok során. Például mindenképpen érdemes rugalmasnak lenni. Nem szabad ragaszkodni ahhoz, hogy én nem egy ilyen vállalkozás csak ilyen dolgot készítek most. Talán hallottátok, hogy luxus márkák is most szájmaszkokat készítenek éppenséggel oké, okay, bár azt mondják, hogy szívjóságból és karitatív célral, de gyanítom, hogy a luxus termékekre egyébként eléggé beesett a kereslet, és menet közben szájmaszkokra és hasonló termékekre eléggé nagy igény van. Nektek is mindannyiatoknak rugalmasnak kell lenni. Könnyen elképzelhető, hogy profilt kell váltani, méghozzá gyorsan. És egy kicsivel később beszélni fogok arról, hogy ezt pontosan hogyan érdemes megcsinálni. De a másik fele a dolognak, amit érdemes megfogadni és átgondolni, ez a kiválóság stratégiája. Tehát törekedj arra, hogy a lehető legkiválóbban szolgáld ki a klienseidet. Például a marketing kivitelezőként keresd meg a korábbi klienseit, olyan fel lehetőségeket, amikkel segíteni tudsz nekik. Törekedj arra, hogy kiválóan tud segíteni az ő átkelésüket ezen a válságos időszakon. Ugye én is most pontosan ezt csinálom, tehát próbálok nektek segítséget nyújtani a lehető legkiválóbb módon, hogy át tudjatok kelni ezen a nehéz időszakon. És könnyen elképzelhető, hogy a korábbi szolgáltatásodat vagy a korábbi termékedet adod el újra nekik, de könnyen elképzelhető, hogy célrevezetően megtanulod valami új dolgot, amivel bővíteni tudod a tevékenységet. Mondok egy példát, mondjuk, hogyha weboldalakat készítesz jelenleg, akkor most érdemes belevágni mondjuk a tartalomkészítésnek az elsajátításába, és a meglévő kliensedet felkeresni, hogy te kifejezetten olcsón, egy nyomott áron készítesz nekik tartalmat. Ezzel kapcsolatban egy fontos statisztika, amit érdemes tudnotok, hogy ahhoz, hogy egy teljesen új klienst megszerez, az ötször annyiba kerül, mint egy korábbi klienst megtartani, egy korábbi kliensnek újra eladni valamit és a sikernek a valószínűsége az is egy nagyjából olyan négyszeres. Tehát ahhoz, hogy egy teljesen új klienst voltaképpen be tudj vonzani a vállalkozásodba, hogy el tud neki adni valaki, valamit, az egy ilyen iparági átlag, az egy ilyen 15-20% szokott lenni. Annak az esélye, hogy el tudsz adni egy meglévő kliensnek valami új dolgot, nagyjából 75-80%. Tehát nagy-nagy különbségek vannak, és még egyszer ezek természetesen általános, átlagolt számok, de azt hiszem, hogy jól példázza azt, hogy mindenképpen érdemes arra koncentrálni, hogy korábbi klienseknek felajánlj valamit nyomottáron, mert most senki nem vásárolgat csak úgy meggondolata, hogy ez is kell, nekem erre is szükségem van, hanem nyújts nekik segítséget és próbál meg őket a lehető legmagasabb színvonalon szolgálni, elképzelt, hogy ez némi rugalmasságra szükséged lesz. Látjátok az úgynevezett mazló piramist, és nagyon fontos, hogy én is ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt években sokszor javasoltam nektek azt, hogy áruljatok olyan termékeket elkereskedelemben, amit ajándékba adnak az emberek, és nagyon sok marketing kivitelező, aki tőlem tanult ugye úgynevezett lokális vállalkozókat szolgáltak ki, kozmetikusokat, személyedzőket, stb. Sajnálatos módon ez a két piac pont a válság miatt, vagy bocsánat, a járvány miatt óriási csapás érte. Tehát az emberek nem nagyon vásárolnak most jelen pillanatban ajándékot, vagy legalábbis messze nem költenek rá annyit, inkább valami aprósággal le tudják ezt a dolgot. Ugye a kozmetikusok és a személyedzők konkrétan nem tudnak dolgozni, mivel személyes kontaktra mindenképpen szükség van, eléggé sanyarú idők járnak rájuk. Ami viszont továbbra is nagyon jól működik, az a különböző fiziológiai szükségleteknek a kielégítése, Ugye azt mindannyian tudjátok, hogy ugye a kajakiszállító cégek és a bevásárlás házhoz szállító cégek, azok virágzanak jelen pillanatban. Nyilván nem olyan egyszerű elindítani egy bevásárlási, bevásárlást kiszállító céget, tehát ez nem egy komolyan vehető vállalkozási javaslat most, de érdemes tisztában lenni vele, hogy azért ezt, ezt továbbra is vásárolják az emberek, ami a túléléshez szükséges, és ami biztonságot ad nekik a jövőre nézve. Ezek nagyon jól működnek. Úgyhogy ezen érdemes gondolkozni, hogyan tudok fiziológiai szükségletek kielégítésében segíteni, hogyan tudok biztonságot és védelmet biztosítani a klienseinek, hogyan tudok valamit eladni, ami biztonságot és védelmet jelent a számukra, mondjuk a vállalkozásuknak. Tehát, hogyha el tudod érni, hogy valaki biztonságban és biztonságban érezze magát a vállalkozását, a segítségeddel, akkor az működni fog. A fentebbi szintek, szeretet és összetartás, nem akarom azt mondani, hogy most nem fontos, de kevésbé költenek rá az emberek. Az önmegvalósítással kapcsolatos dolgoknál is jelen pillanatban sokkal-sokkal nagyobb figyelmet kap az egyszerű biztonság és védelem, meg a fiziológiai szükségletek, mivel ugye mindenki veszélyben érzi magát. Úgyhogy ugye ez egy sajátossága a mazdó piramisnak, hogy ilyen helyzetben mindenki a legalapvetőbb igényekre koncentrál. Egy másik dolog, amit érdemes kipróbálni, dolgoz ki partner kapcsolatokat amik lehetővé teszik az erőforrásoknak a hatékony kihasználását. Nagyon-nagyon sok minden más, hogy működik most jelen pillanatban mint normál esetben. Partnerkapcsolatok, mindenkinek szüksége van most jelen pillanatban együttműködésre, összefogásra, szinergiára, nevezük bárhogy, de egyrészt ez megkönnyíti a vállalkozások működtetését, és másrészt pedig hatékonyabban lehet kihasználni így az erőforrásokat. Mert így mindenki a legmagasabb szintű munkára tud koncentrálni, amit csak el tud végezni. Például szabadúszóknál, ugye egyéni vállalkozók és online marketinges szabadúszók, stb. Ilyen esetekben az utóbbi időben egyre gyakoribb lett ez az úgynevezett szabadúszó hub, freelancer hub elnevezésű dolog, ahol több szabadúszó összeáll voltak éppen egy ilyen mini ügynökséget alakítanak. És a lényeg ezzel kapcsolatban az, hogy aki ügyes az ügyfélszerzésben, az arra koncentrál, aki ügyes az ügyfelek kiszolgálásában, az pedig arra koncentrál. Aki ügyes a hirdetésekben, az azzal foglalkozik, és akkor nem kell pazarolni az energiáját, hogy weboldalt próbáljon összerakni, hanem tényleg mindenki azzal tud foglalkozni, amiben a legjobb. Ez most kiemelten fontos lesz mindenki számára. Kevesebb kliens lesz, de ők magasabb minőségű munkát fognak elvárni. És mit tegyel akkor, ha van bőven tartalékod? Például az én vállalkozásom óriási tartalékokkal megy bele az időszak, ebbe az időszakba, és tudom, hogy vannak még jó páran, akik az elmúlt években nagyon nagy tartalékokat tudtak felhalmozni, mert előrelátóak voltak. És természetesen most a felkészültek számára kiváló lehetőségek vannak. Tehát ne felejtsük el, hogy abszolút vannak olyan vállalkozások, akik felkészültek erre, és nekik most jött el az idejük. A hirdetéseknek a költségei jelenleg alacsonyak, mivel az általuk hozott bevételek is alacsonyak jelenleg. Az történt, hogy a nagy cégek ugye befejezték a hirdetéseket, egy csomó olyan vállalkozás, aminek cérna vékony, tehát itt tényleg egy-két hónapi tartaléka volt, nekik ugye azonnali eladásokra van szükség. Az kell nekik, hogy ha hirdetnek, akkor az azonnal vásárlásokat hozzon be, azonnal bevételt hozzon be. De hát jelen pillanatban ugye az történt, ez mindenhol megfigyelhető, hogy a bevételek, a konverziós arány lecsökkent, és ebből kifől nagyon sokan felhagytak a hirdetéssel. Nem is feltétlenül érdemes most egyébként jelen pillanatban még nagyon erőltetni, de piaci részesedést igazán jól lehet most szerezni, hogyha elég neked csak később pénzt keresni. Példaként csatoltam egy képet a saját hirdetéskezelőmből, ahol egy cikket hirdetünk, és 3 forint a kattintás jelen pillanatban, amit még biztos, hogy, benne, hogy lehetne lejjebb is vinni, de ezek jó minőségű kattintások jelen pillanatban jól célzott közönségtől származnak. Összehasonlításképpen ez korábban volt egyébként 15-20 forint is, tehát jóval, jóval olcsóbbak jelenleg a hirdetések, de hát pont azért alacsonyabbak a hirdetéseknek a költsége jelenleg, mert kevesebb eredményt hoznak. De semmi gond, piaci részesedést igazán jól lehet most szerezni. Egy másik példa, egy zseniális példa, ez a kettleandfire.com oldaltól származik, ami ezt az úgynevezett csontlevest árulja, ugye, angolul bone broth. Ez egy, az elmúlt időszakban befutott egy ilyen paleó táplálék kiegészítőként, tehát nagyon magas a kollagén tartalma, egy csomó jó tápanyagot tartalmaz, az immunrendszert nagyon erősen erősíti. Ezt ugye külön kiemelték egyébként, ez egy jóval-jóval hosszabb landoló oldal, amit én befotóztam. És ugye Amerikában nagyon sokan szeretik ezt az előre készülést, ezt a, ezt a preppinget, ezt a, a világvégére való készülést, és ezek, hogy, hogy tényleg mindenképpen magadat is el tud látni egy világ esetén. És ők nagyon ügyesen ráálltak erre, hogy tárazd be otthonra. Tehát jó tápanyagokat tartalmazó ételek, amik paleóbarát, meg egészséges, az immunrendszeredet is táplálja, és két évig eláll egyébként. Minden bizonyal jelen pillanatban nekik ezeknek a csomagoknak az eladása nem különösebben profitábilis, de mivel arra építenek, hogy akkor most kialakítanak egy sokkal nagyobb vásárlói bázist, ezért mégis megéri nekik most a piaci részesedés miatt hirdetniük. Úgyhogy ha ilyen jellegű vállalkozásod van, és ugye még egyszer, ez egy alapvető igény, ez egy nagyon alapvető fiziológiai igény, hogy táplált legyél, hogy a rendelkez, hogy biztonságérzetet adjon, hogyha üresek is a polcok a boltban, mert egyébként ilyen hirdetésekkel, ilyen képekkel hirdetik ezt a dolgot, hogy a boltokban már üres polcok vannak, meg óriási tömeg van, és akkor az mekkora um, egészségügyi veszélyt is jelent, és ez egy biztonságérzetet ad az embernek, hogy két évre van csontlevesem, és, és ez, egy, ez egy nagyszerű dolog, biztos vagyok benne, hogy ezzel igazán jól fognak keresni a későbbiekben. Egy másik dolog a bő, bő tartalékokkal rendelkező vállalkozásoknak, hogy sokkal könnyebb jó munkaerőt szerezni. Ugye évek óta, ezt, ezt minden vállalkozó társam minden bizonyal bólogat most, hogy Évek óta nagyon komoly probléma volt minden munkadóknak, munkadónak a vállalók mentalitása, az, hogy mennyire nehéz volt embert szerezni, az, hogy minden. Sokáig lehetne ezt sorolni, de nem akarok elkezdeni panaszkodni. Tehát ezt mondjuk ki, hogy évek óta mindenkinek komoly probléma volt a munkaerő és a munkavállalóknak a mentalitása. Most, hogy mindenki felti a megélhetését, sokkal jobban járunk végre. Tehát sokkal jobb helyzetbe kerültünk, mert nagyon-nagyon sok ember akar majd munkát kapni, és mindenki igényesebben fog dolgozni. Úgyhogy ez most egy kiváló lehetőség hosszú távra feltölteni a munkaerő kapacitást, hogyha valakinek megvannak a tartalékai. És nézzük, hogy milyen forrásokat érdemes követni, hogy a trend előtt tudj maradni, amiket mindenképpen érdemes rendszeresen nézegetni. Szerint személyem, ez most a reklám helye. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Jelen pillanatban a lakásom át van rendezve egy ilyen YouTube stúdióvá, úgyhogy a következő időszakban nagyon-nagyon sok tartalom válik majd elérhetővé, ingyenesen. Nagyon tudom javasolni Graham Stephennek a munkásságát, a videóit, hogyha értetek angolul természetesen. Többször is ajánlottam korábban, és nagyon-nagyon kiválónak tartom a a megosztott gondolatait, a videóit szórakoztatónak tartom, magvas gondolatok vannak, igazán érdemes követni, hogyha értetek angolul. Mit Kevin? Ő elsősorban ingatlannal, és hát időnként tőzsdei hírekkel is foglalkozik, szerintem van egy nagyon szórakoztató, bár kicsit nyitogató stílusa, és olyan információkat hallhatott tőle mondjuk ingatlanoknak a felújításával kapcsolatban, ugye ez a House flipping, ez a házaknak a az újraeladása, a kikupálása és újraeladása. Ezzel kapcsolatban nagyon klassz videókat tesz közzé, és tényleg nagyon-nagyon hasznos, olyan gyakorlati tanácsok vannak benne, amiket máshol szerintem nem igazán lehet megtalálni. És egy rendkívül fiatal srác, Brian, aki kicsit személyes pénzügy témákba hajlik inkább, és nagyon ígéretesnek tartom ezzel együtt, mert a kommentekben érdekes gondolatmenetek szoktak lezajlani, érdekes eszmecserék, érdekes ötletek és érdekes források merülnek fel, úgyhogy szintén úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon értemes az ő munkásságukat követni, beleértve szerint személyemet is, aki messze a legkevesebb feliratkozóval rendelkezik. Ezt akartam nektek elmesélni a mai nap során legnagyobb megdöbbenésemre belefértünk egy órába. És mielőtt belevágnánk a kérdésekbe villámgyorsan, pörgessük végig azt, hogy miről is beszéltünk a mai nap során. Ugye egyrészt mondjuk le a következtetéseket egy életre. Ez újra és újra meg fog történni, úgyhogy tudjatok róla, készüljetek fel rá, hogyha most ez az időszak felkészületlenül ért, egyrészt nagyon-nagyon fegyelmezetten menjetek végig most ezen az időszakon, ne engedjetek ki, ne higgyetek abban, hogy nagyon gyorsan rendeződni fog minden, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon csúnyán csalódnátok, és a következő időszakra készüljetek fel megfelelően. Tehát még egyszer nehéz időszak elé nézünk, ezt egészen biztosnak tartom, ne várjátok azt, hogy gyorsan rendeződik, viszont készüljetek fel arra, hogy utána felívelés lesz. Ez az ábra szerintem nagyon látványosan mutatja azt, hogy azért lehet számítani a dolgok rendeződésére, de az még odaibb van, de felejtsük el, hogy nagyon az elején vagyunk egy hosszú időszaknak. Vannak kockázatok, egészségügyi kockázatok, vannak befektetési kockázatok, van a jövedelem elvesztésével kapcsolatos kockázat, és tényleg menjetek ezeknek elébe, csökkentsétek a kiadásokat, termeljetek tartalékot, dolgozatok igényesen, hogy kitermeljétek a költségeiteket, én úgy gondolom, hogy mindenképpen célszerű legalább elgondolkozni azon, hogy több bank között osszátok meg rendelkezésre álló pénzeteket. Nem tud bár nem tartom nagyon valószínűnek, de egyértelműen nem tartom száz százalék biztosnak a bankrendszert. Messze nem. <laughs> Kerekedjünk felel az érzelmi állapotunkon, amik most meghatározhatják. Higgyétek el, ez normális, de lehet tenni ellene ugye mutattam a szárnyatokra olyan praktikus lépéseket, amikkel vissza tudjátok ragadni az irányítást, a kiadásokat, nézzétek át, gondoljátok át, hogy mire érdemes költeni, mire érdemes most költeni, könnyen elképzelhető, hogy magától értetődő fantasztikus döntéseket is el kell most halasztani, és könnyen elképzelhető, hogy bár nem tűnik magától értetődőnek, de most mond, hogy költeni kell. Mint például a terrakésznek a külföldi terjeszkedésére, én úgy gondolom, hogy nagy butaság lenne nem költeni. Vannak bizonyos dolgok, amik kifejezetten most fognak jól működni, partnerkapcsolatok, kiválóság stratégiája. Én úgy gondolom, hogy összességében ez a szolgáltatások színvonalának az emelkedését fogja eredményezni. És hogyha van bőven tartalékod, akkor ez egy jó időszak lesz. És tényleg azt tudom mondani, hogy azok a vállalkozók, akik, akik előrelátóak voltak, azok, és nem dőltek be ennek, hogy nagy hitelekből finanszírozták a vállalkozásokat, nem nyújtoztak túl a takarójukon, hát tényleg egyrészt tapsolják meg magukat, mert egy olyan, időszakban tették ezt, amikor ez egyáltalán nem volt általános, és meg is lesz ennek az eredménye. Úgyhogy tényleg minden elismerésem annak, aki az ebbe az időszakban nagy tartalékokkal tud belevágni. És hát pár forrást javasoltam még a számotokra. Kérdések, ahogy megszokott ilyenkor rogyási kérdéseket szoktam megválaszolni a számotokra.